Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Lipták Péter vagyok. Az a város, amely bölcsödét épít, annak van jövője. Ahhoz, hogy a település vonzó legyen az itt élőknek és a betelepülni vágyóknak, ezeket a fejlesztéseket folyamatosan el kell végezni, mondta az új bölcsödei szány átadóján Porga Ferenc, Tamási város polgármestere. Az eddig meglévő kapacitás bővítésével további 28 kisgyerek elhelyezése válik lehetővé. A beruházás a területi operatív program 350 millió forintos támogatásával valósult meg. Süli János a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolnamegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A bölcsőde átadóján arról beszélt a kormányzat eltökélt szándéka a gyerekvállalási kedv elősegítése, és az ehhez szükséges támogatások a jövőben is preferenciákat élveznek. Örömteli dolog, mikor családba gyerek érkezik, de a kormányzat részéről ez a támogatást is meg kell adni adókedvezményekkel, lakásépítési, vásárlási, felújítási, tehát minden lehetőséget biztosítani kell arra, hogy érezze, aki vállal a gyereket, hogy ő tulajdonképpen, ez még nincs így, de a szándék egyértelmű az, hogy abba az irányba haladjunk, hogy ez így legyen, hogy mindenki jobban járjon, aki gyereket vállal. Süli János kiemelte, a vidéknek fontos, hogy az elnéptelenedés megálljon, ezért kiemelt jelentőségűek a helyben maradást segítő beruházások. Tamási azért nem egy, mert az járási központ közvetlen ilyen veszélynek nem volt kitéve, de azért itt is csökkent a népesség, ugyanúgy, mint Pakson. Hiába jó feltételekkel rendelkező város, de mégiscsak érezhető volt a népesség csökkenés. Ezek az intézmények értelemszerűen mind hozzájárulnak ahhoz, mert akkor a munkavállalási kedv, gyerekvállalási kedv, minden abba az irányba hat, hogy előbb-utóbb ezek az intézkedések beérjenek. Csodáltuk még építették hozzáértő emberek, napról napra erre jártunk, ámélkodó gyerekek. Ez egy 21. századi 350 millió forintból elkészült beruházás, mondta Széles András alpolgármester, melyel biztosíthatóvá vált, hogy aki a településen bölcsödébe akarja hozni a gyermekét, van szabad kapacitása befogadására. De az az igény, ami jelentkezik, az pedig abból fakad, hogy a város fejlődik, egyre több ember kapunk át, úgyhogy tényleg eddig az volt a gondunk, hogy gyakorlatilag teltházas volt a meglévő három csoportszoba, úgy kellett gyakorlatilag minden igényt kielégítően bővítenünk, hogy ne legyen akadály a munkavállalásnak. Nem volt ez mindig így. Tehát a bölcsőde kezdetén ugye először két csoporttal kezdtük a mi önkormányzati pályafutásunkat, most ott tartunk, hogy öt, és lehet, mert ugye arról talán az előző adásban beszéltünk, hogy lesz egy iskola beruházás, ami annyiban érinti a jelenlegi intézményegységet is, hogy felszabadulnak majd óvodai csoportszobák, hiszen abból egy újat fogunk építeni. Úgyhogy lehet, hogy majd el kell morfondírozzunk azon, hogy újabb csoportokkal bővítsük, mert ugye a sok-sok összetevő, a családtámogatási rendszer, a pályázati lehetőségek, a növekvő gazdasági potenciál, ez mind-mind azt eredményező, hogy több gyerek lesz, és tényleg nem gördíthetünk akadályt azzal, hogy mondjuk betelnek a férőhelyek. Ahogy miniszter úr is mondta az átadó ünnepségen, na ezért fájjon minden egyes település vezetőnek a feje, hogy ilyen problémákkal kell megküzdeni. Nagyon sok szülő részéről jelentkezett igényként, hogy szeretnének visszaállni a munkába, és a gyereküket elhelyezni egy biztonságos helyre. És ugye nagyon régen a bölcsödének egy pejoratív felhangja volt, mert hogy nem biztos, hogy jó a gyereknek, nem biztos, hogy a szülőnek vissza kell menni dolgozni, ilyenek voltak a múltban, de azt gondolom, hogy ez azóta már nagyon nagy mértékben változott a társadalom és a szülők hozzáállása is, egyre többen visszamennek dolgozni, és nagyon nehezen oldják meg a gyermekek elhelyezését. A bölcsőde, én azt gondolom, hogy egy rendkívül biztonságos hely a gyermekeknek, ahol szakemberek között boldogan, vidáman élhetnek. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény most minden lehetőséget megad arra, hogy ezeket a céljainkat meg tudjuk valósítani. A területi operatív programból finanszírozott beruházásainknak célja a vidék infrastruktúrája, és ezzel a vidéki Magyarország fejlesztése, mondta Fejérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke.
A topfadások megítélésében ezek a tényezők a jövőben is kiemelt szerepet kapnak. Alapvető célja mind a kormányzatnak, mind a megyének, mind a településeknek az, hogy az ott élő embereket, a helyben élő embereket megpróbáljuk megfogni. Ott tartani, ahol élnek, ott érezzék jól magukat, ott dolgozzanak, ott járjanak iskolába, ott járjanak óvodába, ott kapjanak képzés lehetőségeket, legyen strandfürdő és egyéb ilyesmi, ami otthonossá teszi az adott települést. Haladunk ezen az úton, van még mit pótolni, de éppen ezért indul a Top 2, amiben szintén számos feladatot meg fogunk tudni oldani, és jelen állás szerint több mint 40 milliárd, 45 milliárd a célösszeg, amit egyelőre a kormányzat megfogalmazott, hogy a Top 2-re kíván Tolna megyének nyújtani. Az Erdő óvoda és bölcsőde fejlesztésével, az eddig meglévő kapacitás bővítésével további 28 kisgyerek elhelyezése válik majd lehetővé. Tamási szülöttéről, Vürc Ádámról formáltak szobrot, ami ezután a róla elnevezett iskola udvarán várja a látogatókat. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, ki is volt az a könyvillusztrátor, aki sok ihletet merített a városban eltöltött éveiből. A hivatalos leleplezést a pandémia korlátozásai kényszerítették az őszi időpontra. A faszobor most már méltó helyen őrzi az intézményt. A háromszoros Munkácsi díjas grafikus érdemes művész könyvillusztrátor Vürc Ádám Tamásiban született 1927-ben. A tankerületi igazgató fejében fogalmazódott meg az ötlet, hogy egy életnagyságú szobor készüljön a grafikussal, ami méltó helyen a róla elnevezett iskolába kerülhet. Az intézmény többféle formában is őrzi a művész emlékét, tudtuk meg a Vürc Ádám általános iskola és alapfokú művészeti iskola igazgatójától, Gasparics Lászlótól. Én úgy gondolom, minden Tamási szülöttjének egy emblematikus ember, híres ember, és büszkék vagyunk, hogy az ő nevét viselhetjük, köszönhetően a családnak a támogatásával. Június 2. a művész úr születésnapja, akkor tartjuk meg a már hagyományá vált Vürc napot. Ez sajnos az idei évben a vírus okozta helyzet miatt elmaradt, akkor szerettük volna avatni a szobrot is, de itt a létszámkorlátozás miatt nem lehetett, ezért esett a választás szeptember 1-ére a tanévnyitó ünnepéig utáni percekre, illetve hogyha bárhol végigmegyünk az intézménybe, akkor a tulajdonképpen az ő szellemisége jelenik meg a művészeti iskolánk által készített rajzokon, festményeken. A tanévnyitó leleplezett fából készült embernagyságú alkotás a bejárat mellett egy emelvényen őrzi vigyázó tekintetével az iskolát. A szobrot Márki József és Lőrinc Ferenc fafaragó művészek készítették, akik sok kutató munka után kezdték el faragni ezt a kocsányos tölgyet, ami több mint egy tonnás fadarabot jelentett, mielőtt kifaragták a szakemberek, mondta Márki József, fafaragó. Az volt a kérés, hogy egy az egyes méretarányba legyen, teljes életnagyságúba. Hát utána jártunk, mert én nem ismertem Vürc Ádámot személyesen, utána jártunk itt a helyi irodalomban, megkerestük a róla készült fotókat, megbeszéltük a megrendelőkkel, hogy milyen pozíciót szeretnének, és akkor egyeztettünk, készítettünk róla egy rajzot, ami a szentírás, és hogyha a megrendelő jóvá hagyja, akkor utána az a minta. A támogatásoknak hála, ezután nem csak felirat és különféle alkotások formájában szembesülünk Vürc Ádámmal, ezután életnagyságú szobra fogadja az iskolába érkezőket. Amikor idehozza nekünk egy teherautó rakodógéppel, leteszi itt az udvaron fekve azt a rönköt, hát akkor kimérjük legelőször is a derékszöget az alján, kimérjük hozzá a talapzatot, utána a testnek a magasságát, és utána elvágjuk a talapzatnál. A talapzat alatt azt a vízszintest, ami derékszögben, hogyha talpra állítjuk, akkor ne az legyen, hogy dől jobbra-balra, vagy előre-hátra, és utána lelapoljuk az elejét, hátulját, oldalait, akkor utána a sarkokat levesszük, kialakítjuk a fejnek a helyét, itt még mindennek csak a helye látszik. És amikor már ez is megvan, akkor jönnek el a nagyolóvésők, majd tisztázóvésők, majd a finomvésők. Csiszolóvászon ez az. Tamásiban körülbelül 150 lakást, 500 embert érint a vezetékes ivóvízszolgáltatás hiánya. A város önkormányzata több ütemben kezdte meg ennek a komoly problémának az orvoslását. Első ütemben Tamási, Adorján új telepen kezdődtek meg a munkálatok, miután a napokban átadták a kivitelezőnek a munkaterületet. Tamásiban előreláthatólag a jövő őszre mindenhol megoldódik a vezetékes ivóvízszolgáltatás.
Tamásiban, Adórián új telepen megtörtént annak a beruházásnak a munkaterület átadása, melynek köszönhetően hosszú idő után az itt élők is igénybe vehetik a vezetékes ivóvízszolgáltatást. A város külterületein több helyütt is szembesülniük kell ezzel a problémával a lakóknak, tudtuk meg a város polgármesterétől, Porga Ferenctől. Több olyan külterületi lakott hely is van a város környékén, ahol gyakorlatilag soha nem volt vezetékes ivóvíz. Ezt a több évtizedes vagy lassan évszázados problémát fogjuk most tudni orvosolni, és a Paksi Ipari Park Kft. Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Kft. Jóvoltából Süli János miniszter úr segítségével sikerült forrás szerezni arra, hogy ezeken a területeken ez a nagyon fontos probléma végre megoldódjon. Több részre osztottuk a projektet, attól függően, hogy az engedélyezési eljárásokat milyen ütemben sikerült lefolytatni. Így az első ütem itt Adórián új telepen fog megvalósulni. Munkaterület átadásra kerül sor, ami azt jelenti, hogy néhány héten belül elkezdi a konkrét munkákat a kivitelező. Látom, itt már a vonalak fel vannak festve, ki van jelölve a hálózatnak a helye. Tehát most már az új telepen lakóknak nem kell sokat várni ahhoz, néhány hónapot gyakorlatilag, hogy vezetékes vízzel rendelkezzenek. Ezt követően, és ezt is fontos hangsúlyozni, a második ütemben pedig a Tuskos-Kosba Újvárhegy külterületi lakott helyen fog megvalósulni a vezetékes ivóvízellátás. Itt még a közbeszerzési szakaszban vagyunk. Én abban bízom, hogy október végén, november legelején ezen a területen is sikerül átadni a munkaterületet, és megkezdődhet a kivitelezés, és a harmadik ütemben pedig Adórián pusztán és Öreghenyén. A 21. században nehéz elképzelni, hogy egy háztartást mi módon lehet fenntartani vezetékes ivóvíz szolgáltatás nélkül. A Tamási e területén élők mindennapi vízellátását saját furtkutak, illetve lajtoskocsi biztosította, emelte ki a polgármester. Az önkormányzat lajtoskocsin keresztül biztosította a vízellátást, illetve hát sokuknak ásott furt kutya volt, és ezen keresztül tudták maguknak biztosítani a vízellátást. Tehát nem volt könnyű az élet külterületen, soha nem az, de vezetékes víz nélkül tényleg azt gondolom nagyon nehéz. A Tamási Adórián új telepen élők elkövetkezendő heteinek közlekedését érinteni fogják a munkafolyamatok, de a kivitelező cég előzetesen minden háztartást kiértesít az éppen aktuális fennakadást okozó munkálatokról. A Tamási Adórián új telep vízellátási közcélú vízilétesítményeinek kiépítése elnevezésű projekt 100%-ban állami finanszírozású, így az ingatlan tulajdonosokra nem ró anyagi terhet. A vízóraaknákat és annak telepítését a kivitelező cég végzi. A komoly beruházásra, amely már időszerű volt, nem volt egyszerű forrás találni, mondta Süli János miniszter. Ha gazdaságilag nézzük, nem egy egyszerű beruházás, mert ugye folylagosan a távolságok nagyok, a vezetékhosszok jelentősek. Tehát az volt a szándékunk, hogy érjünk ennek a végére, és minden szempontot fölülmúl az, hogyha úgy döntöttek az emberek, már pedig itt élnek, itt akarnak élni, mert ugye ez a szekszárdi tolnai dombság, ez egy szépen belakott terület, meg szép táj is. Innen is ugye szép kilátás van a dombokra, akkor legyen meg a feltétel annak, hogy itt is ivóvíz, tisztálkodáshoz megfelelő víz legyen. Tehát ma már enélkül tényleg nem élet az élet. Tamásiban a külterületen élőktől türelmet és együttműködést igényelnek azok a munkafolyamatok, melyeknek köszönhetően legkésőbb jövő őszre háztartásaik is rá lesznek kötve a vezetékes ivóvízhálózatra. Születi fesztivál zajlott Tamásiban, aminek már igazi hagyományai vannak a településen. A kétnapos rendezvényre igazi őszi díszbe öltöztették a Túrmezei Erzsébet teret, ahol a színpadon kulturális műsorok hosszú sora várt a látogatókra. Már 5 éve, hogy kapcsolódik a rendezvényhez egy szüreti futás is, amelyen a sötétben drolják a köröket a nevezők, míg a téren jó hangulatban folyik a mulatás, a borokkós tolgatása. Tamásiban igazi őszi hangulattal, színes színpadi programokkal várta az érdeklődőket a kétnapos születi fesztivál a Túrmezei Erzsébet rendezvénytéren. A nagyhagyományú rendezvényre a szervezők a programokat úgy válogatták össze, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, mondta város polgármestere Porga Ferenc.
nagyon régi gyökerekre nyúlik vissza, hisz mint egész Tolna megye, Tamási környéke is boros vidék gyakorlatilag. Tehát itt több száz éve szüretelnek, és legalább száz éve vonulnak, feltartanak szüreti felvonulás, mint oly sok helyen Tolna megyében. Tehát ez a közösségépítésre, a hagyományápolásra azt hiszem, hogy a legautentikusabb program. Tehát addig élnek a hagyományaink, amíg ápoljuk őket, és ez a rendezvény erre kitűnő alkalom. Ez az a Tamási program, hova a környező településekről és Tolna megye különböző részeiről is nagyon szívesen eljönnek és látogatják. Részben azért, mert egy nagyon gazdag kulturális program kínálat a színpadon, általában sztárfellépőkkel este, illetve a tolnai borokat szeretnénk bemutatni. Nyilván Szekszárddal mi nem kívánunk versenyezni, és nem is tudunk versenyezni a Szekszárdi Szüreti Fesztivál és a szekszárdi borokkal, de ami nem Szekszárdiból, az tolnai borvidékhez tartozik, és ezeket a borokat próbáljuk, ezeket a pincészeteket próbáljuk összefogni és kínálni ezeket a nagyon finom nedüket itt a Tamási Szüreti Napokon. Tamásinak számos testvérvárosi kapcsolata van, köztük Szupi Lászvárosával is, akik jelenlétükkel színesítették a programokat. A lengyel testvértelepülésünknek, Szohilasznak az énekkaraisztán csoportja eljött erre rendezvényre. Egyébként nem csak Tamásinak, hanem szomszédos regőinek is testvérvárosa, Szohilasz Kludovó, két település, egy ilyen páros kapcsolat. Nagyon örülünk nekik, hogy itt vannak és színesítik a programunkat. Süli János a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is meglátogatta a szüreti mulatságot. Hangsúlyozta, mennyire fontos a települések és azok értékeinek bemutatása egy-egy hasonló rendezvényen, melyre nyártól ismét lehetőség volt. Az elzárkózás, a védekezés az mind azt indokolja, hogy ezt véhésen is visszaadott az emberekre, a közösségi kapcsolatok is, család is korlátozva volt, és a kormány intézkedési hatására, hogy majdnem két hónappal előtte tudtuk megnyitni azokat a korlátozó intézkedéseket fölszámolni, ami így akkor lehetővé tett, hogy ezek a rendezvények létrejöjjenek. Pénteken este a Belmondó zenekar indította a fesztivált, akik a Beatles feldolgozások mellett új albumukról és 16 éves fennállásuk alatt megszületett dalokból szemezgettek az est folyamán. Az ismert Belmondó dalok mindenképp el kell, hogy hangozzanak, és nem csak azért, mert először játszunk életünkben Tamásiban, hanem azért is, mert az ilyen típusú városi rendezvényeken nagyon heterogén a közönség, tehát az idősektől a gyerekekig mindenki van, és igyekszünk mindenki szórakoztatni. Az ilyen műsorokban, még akkor is, hogyha a Belmondó egyébként többnyire saját dalokat játszó formáció, az ilyen műsorokban mindig beleteszünk 2-3-4 olyan feldolgozást, amit ezért ismerhetnek. És ezek többnyire Beatles számok, ami azért korosztályokon átívelő, tényleg nagyon sokan ismerik őket, irigyek is vagyunk rájuk. És hát egy kicsit sajátos felfogásban, de ez eredeti szellemiséget megőrizve adjuk elő ezeket. A szület évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, jó borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozik. Ezek természetesen nem hiányoztak Tamásiból sem. A születi felvonulás különlegessége a városban, hogy a népviseletbe öltöző felvonulókhoz csatlakoznak az itt működő civil szervezetek is, akik egy-egy megállónál kis ízelítővel szolgáltak a közönségnek. A Pántlika Néptánc Együttes és a lengyel testvértelepülés táncosa is gyönyörű viseletben vonultak, majd mutatták be táncaikat a színpadon is. A helyi néptáncosok legújabb koreográfiáját is láthatta a nagy érdemű. A Covid járvány miatt már nagyon régen léphettünk fel, és mutathattuk be, hogy mit is tanultunk az eddigiekben. Végre nyár elején nekiállhattunk újra a próbáknak. Most a szüreti felvonuláson is nagyon jó volt a vonulás, a csapatot is összehozta, az egész együttes jöhetett, illetve hát ugye a lengyelek is itt voltak velünk, aminek nagyon örültünk. Az ő kultúrájukat is ezáltal megismerhetjük, ők is tanulhatnak tőlünk. Közös tánc is volt itt több állomáson is, úgyhogy az nagyon-nagyon jó hangulatúra sikerült. Most pedig egy új koreográfiát tanulhattunk a nyáron, Horváth Tibiéktől, és török koppányit táncoltunk most, ezt most mutattuk be legelőször, még nagyon tetszett a közönségnek.
A Tolnai Bodut gondoskodott arról, hogy a közönségnek lehetősége legyen, ha ugyan nem is az idei szület eredményét, de az előző évek borait kóstolgatni. Ahogy Csenk Tamás elnöktől megtudtuk, 46 féle borral érkeztek a kétnapos rendezvényre. Be tudnak mutatkozni, be tudják mutatni az új borokat, meg tudják kóstoltatni a vendégekkel, a vendégek elmondják a véleményüket, és ezzel fejlődni tudnak évről évre, és olyan bort tudnak készíteni, ami tetszik a közönségnek. Komoly meglepetés van most már Tamásiba, 6 évvel ezelőtt kezdtük el az egésznek a fejlesztését, először csak kóstolgattak az emberek, most már tudatosan kóstolnak, és elmondják a véleményüket, azt is, ha ízlik, és azt is, ha nem ízlik. Ha valaki azt mondja, hogy neki nem ízlik, attól még nem biztos, hogy a bor nem jó, hanem ez nem az ő ízlése. Én mindenkinek azt szoktam mondani, többen vannak, akik megkérdezik, hogy van-e sör, vagy van-e valami üdítő, vagy boroskóla, és akkor mindig mondom, hogy hát itt nálunk sajnos nem kapható, mert ő nem szereti a bort. És mindig azt válaszolom rá, hogy keresse meg a borát. 46 féle borunk van, 46 féléből, vagy egy félédesből, vagy egy édesből, vagy egy száradból, vagy egy rozéból, vagy vörösből meg fogja találni a borát, tehát próbálkozni kell. A résztvevők létszámán is látszott, hogy a nagymúltú rendezvénynek még nem kopott meg a fénye. A hagyományápolás fontosságára világított rá Kovács Miklós és édesapja. Igen, 3 órakor értünk ki, pont elkaptuk a születi felvonulást, láttuk a táncokat is, nagyon szép volt. Ez egy nagyon jó hagyományőrzés, itt főleg Tamásiban, itt a borászatnak is azért van hagyománya, ami sajnos kezd egy kicsit úgy tűnik kikopni, de azért jó, hogy ezt még így megőrizzük, talán mások is kedvet kapnak, hogy folytassák ezt a jövőben. Tamási rozéval kezdtük, meglepően ízlet, jó volt. Nem számítottam, hogy ilyen ízletes. Utána fehéret is kóstoltunk, az is jó volt. Gratulálok a tamási termelőknek, nagyon jó, finom. Születi fesztivál felvonulás nélkül nem létezhet, de Tamásiban ez egy kicsit egyedibb lett. Talán színvonalasabb, több a résztvevő. Az én emlékezetem szerint régen volt egy-két csapat, egy zenekar végigment a falun, és ennyi volt. Most voltak lengyelek, különböző bonyiszlóiak, a tamásiak is, több óvodás csoportok. Szombat este a tér már megtelt szórakozni vágyókkal, amikor az LGT zenekar életművével játszott a zenevonat formáció. A jól ismert slágereken túl felcsendültek azok a szerzemények is, amelyeket a legendás zenekar tagjai a korszak nagy előadóinak írtak, mondta el Karácsony János, a zenekar egykori tagja. Játsszuk az ismert dalokat, nagyon fontos, hogy ne csapjuk be a közönséget, ne kísérletezzünk semmiféle új vagy ismeretlen dalokkal, és ehhez tartjuk magunkat. Visszajelzés az azt mutatja, hogy ezek a dalok, amiket most is éppen játszunk, ezek, hát hogy is mondjam, csak kiállták már az idők próbáját. Miközben a színpad környékén már tetőfokára hágott a hangulat, egy kicsit odébb már melegítettek a futók. Idén az előző évekhez képest egy kicsit elmaradt a nevezések száma, mindez betudható az elmúlt időszak korlátozásainak. De az előmunkálatok és a rendezvény lebonyolítása tödetlen lendülettel zajlott. Hát ez most már hagyományá vált, ugye a TSS-e szervezésében, a Tamási Szabadidő és Sport Egyesület szervezésében a születi futás az most már 5. alkalommal kerül megrendezésre, és a Tamási Bringasport Egyesület nagy mellszélességgel áll ki mindig ezen a rendezvényen, és próbálunk segíteni, nagyon régóta dolgozunk együtt, én azt gondolom, hogy nagyon jól dolgozunk együtt, magas színvonalú versenyeket tudunk rendezni. Ez mindez bizonyítja azt, hogy most már 5. éve tudjuk ezt ugye megrendezni. Én azt gondolom, hogy a város számára is ez egy fontos dolog, hiszen nem csak a borról, a születről szól, hanem egy picit a sportról is szól ez a születi fesztivál, és ezzel próbáljuk meg, ezzel a hangulatos, lámpafényes futással próbáljuk meg a sportra irányítani egy picit a hangsúlyt. Hát egyrészt ugye lezárt pályán futnak, tehát mindenképpen nagyon ügyelünk a biztonságra, több rendőr kollega segíti a forgalom irányítást, nagyon sok rendező van kinn a pályán, kordonoztunk, hallagoztunk, tehát mindenki számára teljesen egyértelmű lesz a pálya útvonala, ugye a város közvilágítása adja a hangulatot ehhez, és nyilván az első körnél van egy felvezetés, hogy mindenki számára egyértelmű legyen az, hogy melyik az útvonal, ahol neki futnia kell, ez egy 1300 méteres pálya. Idén az előző évekhez képest egy kicsit elmaradt a nevezések száma, mindez betudható az elmúlt időszak korlátozásainak, de az előmunkálatok és a rendezvény lebonyolítása tödetlen lendülettel zajlott.
ez mindig nagy elő és háttérmunkálatokkal jár, mire egy bármilyen rendezvényt egyenesbe tudunk rakni. Minden résztvevő kap egy befutóérmet, ezt ők el tudják tenni emlékbe. Nagyon sok futó egyébként azért jön csak el, hogy legyen a rendezvényről egy emléke. Ezen kívül pedig éremdíjazás van. Az idei évben a hosszú távnak, ami jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a félmaraton, tehát a 20 kilométert lefutják, úgy tudom, hogy vannak rá ketten is talán, akik ezt szeretnék, ő pedig egy nagyon szép korondi kerámiát fog kapni emlékbe. Tamásiban a kétnapos Szigeti Fesztivál egy jó hangulatú utcabál zárta a Midnight Boogie-val, ahol mindenki boldogan mulatott, és közben kóstolgatta a tolnai borokat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!